Na, gyerekek, én egy olyan dolgot kaptam itt a napokba, ami mellett kár lenne elsiklani az nélkül, hogy az ember videót készítene róla. Ez kérem szépen itt egy úgynevezett PC tápegység. Mindjárt mutatom is az oldalát, várja a másik. 460 van ráírva. Model N400W, ez egy NBase gyártmányú tápegység. Huha, rá van írva magyarul is, hogy ATX tápegység. Ez már elég veszélyes történet tud lenni. Illetve van itt nekünk egy figyelmeztető címke is, hogy csak szerviz nyithatja ki ezt a tápegységet. Na most, ha ezt beviszett a szervizre, hogy javítsák meg, akkor kiröhögnek. No, hát lássuk akkor a csatikat. Van nekünk azt mondja egy 20 plusz 4-es alaprapra dugható csatlakozó, van egy a processzornak egy 4-es, van kettő SATA, kettő Molex és egy floppy. No, hát amiért a videót csinálom, az ugye az, hogy mégis mi van ebbe a tápegységbe belül. Egyébként megsúgom titokban, hogy most megnéztem az interneten a videó készítése előtt. Elvileg ez a tápegység még kapható gépházastól, olyan 7200 forint az összeára a kettőnek. Na most, ugye a tapasztaltabb emberek azok tudják, hogy tápegységet nagyon 10 000 alatt nem szabad megvenni, meg hát ugye azt is, hogy ilyen erősen no-name gyártmányú cuccosokat egyszerűen tilos. Hát akkor még olyat, amin a vezetéktömeg nehezebb, mint maga a burkolat, meg az egész beltartalom. Na most sajnos ez a tápegység meg van már dögölve, hát sajnos talán még jobb is így, hogy meg van dögölve, tehát nem tudom ki az az állat, aki erre még gépet merne dugni. Megpróbálom megmutatni a belsejét, csak hát egy kezzel elég szar szerelni. Mi is van egy ilyen házzal együtt 7000 forintos csodában belül, itt láthatjátok, ugye a tapasztaltabbak azok meg tudják mondani, hogy melyik micsoda. Emelem, hogy látszódjanak a fetek is. Egy nagy résztekercs van, pár darab kondenzátor, ellenállás, dióda, meg a rosszabb tudja, hogy mi nincs benne. Ugye raktak rá egy megszakítót, tehát magyarul kapcsolót, meg hát ilyen táp bemenet. És gyerekek, amit én még láttam, ezt a rögzítést figyeld. Ez gyári, ezt nem szedtem föl, én csak a burkolatot szedtem föl videókészítésre előtt, megnéztem. Ez itt kérem szépen gyári. Na most akkor innentől kezdve ki az az állat, aki egy ilyenre gépet dug?